Következő tanulói hiba, mikor be kell indítani a kocsit, akkor sajnos egy csomó tanulónak olyan botfüle van, hogy nem hallja, hogy beindult a kocsi. Mikor beindul, még akkor is rajta tartja a gyújtás kapcsolatban kezét, hogy már jár a motor, a fogaskerekek meg darálnak. Vagy 3-4-5 másodpercig, mire aztán hót lassan ő tekeri vissza. Erre egy kollégám hívta fel a figyelmemet, hogy mondjam már be ezt is, mert ő is ezzel szenved, meg még az országban egy csomó kollega, hogy nem hallják a tanulók, hogy beindul. A másik véglet az az, amikor megpöccinti, azt le is veszi gyújtás utána, megint megpöccinti, megint megpöccinti, azt így jár a kezel, mint egy őrültnek. Na, hát csak, hogy ilyen is van, hogy tudjátok, majd amikor odaadjátok a, a kocsit, adj olyan gyereknek, aki nem tanulja meg, az, meg mit tudom én, hány óra után se, majd készüljetek fel arra, hogy a fogas koszorút, vagy az biztos, hogy cserélni kell. Az a kocsi amúgy nem indul nehezen, és mégis az történik, hogy... És már jár is, értem, jár is. És még ilyenkor három, négy, öt másodpercig még rajta tartja, az darál. Mondom, engedd már el, te! El van, az közben még nyomja, de hogy van elengedve? Jön a másik véglet, amikor mondom neki, hogy állítsd le. Már külön ki kell hangsúlyozom, hogy a kulcs tetejét magad felette kerjed, Mert a körülbelül a tanuló 10%-a ráindít, úgy akarja leállítani. Hát ez is nagyon gond, és teszik tönkre a kocsit, mielőtt még itt megint azt mondaná minden szülő, hogy Mit féltjük mink azt a kocsit? Mit? Hát a következő tanuló nem ártana, ha tanulna rajta, meg, meg, meg nem, a, nem maradna be a két hétig a munka, hogy ezt-azt lecserélni rajta. Hát olyan buták itt egyném, hogy csak na, itt meg kell tanulni, azért fizetnek, hogy mi tanítsuk, mi meg elvárjuk, hogy ennek cserébe tanulja is meg. Na, köszönöm.